2021 májusa óta járják az országot egy rendezvénysorozat keretein belül a miniszterelnökség civil és társadalmi konzultáció főosztályának munkatársai. Ugyanis fontos számukra, hogy azon túl, hogy a civil központokon keresztül tudják tartani a kapcsolatot a helyi szervezetekkel, szeretnék megismerni a vármegyékben működő csoportok, egyesületek munkáját is. Tolnában ezúttal Szekszárd volt soron, amely már a 91. állomása volt a látogatásoknak. Kettős célra érkeztünk, egyrészt információ átadás, tehát tájékoztatjuk a civil szervezeteket a legújabb fejleményekről, akár a pályázatokat illetően, akár a civil központok szolgáltatásai, akár egyéb központi programjaink vonatkozásában. Másrészt meghalljuk az ő szavukat, észrevételeiket, esetleges kritikájukat, és ez alapján igyekszünk adott esetben változtatni, jobbítani a saját tevékenységünkön. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a civil szervezeteknek rendkívül fontos, hogy milyen támogatásokat, pályázati lehetőségeket tudnak kihasználni. Ezzel kapcsolatban jó híreket közölt a főosztályvezető. Azt látjuk, hogy ami 2014-ben összesen 3.380.000.000 forint állt rendelkezésre a nemzeti együttműködési alapban, most ugyanebben az alapban, a most következő októberi kiírások során közel 14 milliárd forint lesz majd, úgyhogy bővülnek a lehetőségek, nyilvánvalóan bővül azoknak a köre, akik nyertesként kerülhetnek ki a pályázatokon, és valószínűleg magasabb összegeket is fognak tudni nyerni a pályázók. Az elmúlt évek civil történéseinek megvitatása mellett a fórumon lehetőség volt a Tolnai Vármegyeszékhely értékeinek és a helyi kezdeményezések bemutatására.